kábel a rengetegben. Adjon Isten jó napot, ma 2017. április 7-e van. Ma felkészülés jegyében folytatom a Zemplén 700-as csúcsai túramozgalmat. Ahogy a képekből már lehetett látni, már nem sokat árultak el a képek abból, hogy Regécen vagyunk, és pontosabban csak vagyok. Mai nap egyedül jöttem túrázni. Most éppen az országos kék túra útvonalán taposok, és irány fölfelé Nagy Péter Mennykő. Az lesz ma az első úti célom, és visszafelé keresem majd föl a csúcsokat. Azt a legtávolabbit most letudom. Hoppa! Az útról elmondható, hogy elég sáros itt a út burkolata. Hát megyek itt végig a vízfolyásban, mert ez annyira nem sáros. Sőt, még a bakancsomat is megmossam. Időjárásról annyit, hogy Hentsen hatalmas nagy köd volt, és itt fony után tűnt el a köd, előbújt a nap. Aztán itt szép idő van. Hőmérséklet körülbelül olyan 5-6 fok, semmi olyan különleges nincs most. Különleges időjárási esemény, ami megzavarná a túránkat. Tehát ezen a elég sáros, országos kék túrának ezen a szakaszán taposok. Ebből az irányból jövök, jó sáros az út, és mellettünk egy szép tisztás, és tovább a sáros, országos kék túrán, Nagy Péter Mennykő irányába. Láthatjuk, hogy ezen a ponton aztán folyik a patakban mindenhol a víz. Hogy honnan van ez a rengeteg víz, azt magam sem tudom megmondani. Még mindig tovább a kékjelzésen. Pár méter múlva elhagyom ezt a rettenetes sáros utat. Ezt jól szétvágták a gépek. Na de nem baj, mert én itt letérek egy kicsike ösvényre. Hát látni, hogy itt rendesen folyik a víz, volt hó bőven. Nem baj, én pedig itt jövök erre a picike rétre, sörétre. Csak ugye azt is el kell mondani, hogy ez a kis patak, ez kiszokott száradni ám. Most olyan víz van benne, hogy öröm nézni. Országos kék túra, irány Nagy Péter Mennykő. Kicsit meg kell húzni a lépést ezt a tötyörgészős dolgokat el kell felejteni.
Nem sokára megérkezem a Kemencekőhöz, ami itt van a országos kéktúra útvonala mentén. Mitől Kemencekő? Azt sajnos nem tudom. Nem is tudom, hogy honnan lehetne ezeket meg. Itt van előttem egy kisebb gázló. Ezen valahogy át kellene keveredni. Nem is tudom, hogy hogy. Mindegy, majd a túlparton jelentkezem. Nem sokára megérkezem ide a Kemencekőhöz. Mindjárt van valami ismertető tábla, és akkor azt meg is olvassuk. Aha! Regéc-Kemencekő, országos kék turista út. Hát itt a kék túráról írnak. A túraútvonal e-szakaszának újraéledése 50-es évek elején történt meg. Ennek alkalmával helyezték el az itt látható kegyhelyet. A kegyhely eredeti tartalma egy szentkép és egy kereszt volt, melyet vandálok az elmúlt években elvittek. Felújítását Regéc község önkormányzata 2009 májusában végezte. Hát nézzük akkor ezt a emlékhelyet, nincs itt semmi különös, csak egy mécses. Itt velünk szemben Kemencekő látható. Pedig arra megyek tovább fölfelé. Megérkezem egy kicsike tisztásra. Végre elég volt a sárból, és kezdődhet a sár. Jaj, de jó. Na ez a rész, itt fog létesülni bioszolárium. Ide bármikor bárki ingyen eljöhet, és akkor kifeküdhet ide bárhová, és a nap lebarnítja. Nem kell menni se álló, se fekvő szoláriumba is. Nem is kell érte fizetni egy fillért sem. Megyek tovább, abba az irányba, dorgótetőre. De a mára beígért szél az kezd fújni. Igaz, hogy északról jósolták a szelet, de nem baj. Jó emelkedő ez itt, dorgótetőig végig, de nem is akármilyen. Jó, nehéz a túra eleje, majd megkönnyebbül. Nem sokára megérkezem a dorgótetőre. Jó húzós ez a part itt, szó se róla. Időjárás az kitűnő, nem is lehetne jobb. Még nincs az a nagy hőség. A szél az elállt ide fönt, nem fúj. Ott hagyom azt az utat, mert tele van kővel. Nem lehet azon menni rendesen át. Itt külső körön, leálló sávban jövök. Na, dorgótető ott van, pont ahol ez a fa van, a mögött. Annak a csúcsán is van egy kód, oda majd később megyek. Na de jó telefon. Na innen lentről jöttem is, ott szemben fára ki van írva, hogy dorgó. És itt kell, most már itt van kerítés is, amellett kell fölmenni oda, egész fölfelé. Nincs az olyan messze, pár méter, és akkor megvan egy kód, ezt visszafelé fogom fölkeresni, ha minden igaz. Én pedig megyek tovább,
ebbe az irányba. Az a lényeg, hogy utoljára itt 2015. januárjában jártam, akkor ment itt a fakitermelés. De azóta már le is kerítették, biztos új telepítés van, vagy valami azt a kutyafáját. Hú, milyen út van itt. Jól beszorult az a szarvas oda kerítés mögé. Na mindegy. Megyek tovább. Nagy Péter mennykőre. Aki most akar idejönni kék túrázni, az halassza el egy cseppet az időt, mert hú, vagyis a túrát halassza el, ilyen sáros, szutykos, vizes, szétvágott út van itt. Nem is tudom, ez mikorra fog rendbe jönni. Megérkeztünk egy lápos területre, ami nem csak lápos, hanem lapos is. Na, itt nem tudom, hogy fogok átkelni. Azt a lekvárom. Megnézhetjük ezt a gyönyörű, tiszta vizet. El nem bírom képzelni, hogy ez a rengeteg víz honnan folyik. Ez már a hó elolvadt régen. Nem tudom. Csupa víz, iszap, itt minden. Rossz felé is jövök. Na mindegy. Valahol visszamegyek, és a másik oldalon. És az az érdekes, hogy még nyáron is megmarad idefönt ez a sok víz. Még ettől is mutatok egy nagyobb vízállást. Az az érdekesség annak, hogy ott aztán tényleg állandóan olyan nagy a víz. Télen, nyáron, hóban, fagyban, kánikulában, mindig. Lehet, hogy hazafelé a hátizságból beteszek vagy két ilyen fát. Húg otthon ezzel tüzel. Nézzük csak, itt is olyan mintája van a fenyőknek, mint az előző videóban. A fenyőkérgen lehet látni annak a csupaszítógépnek. Itt is köszönték szépen a fenyőknek a részvételét, de tovább nem tartanak igényt a jelenlétükre. Nem tudom, hogy mit fognak helyettük telepíteni. Na itt aztán van fa dögivel. Hú, ez olyan, mint a rossz kora lábi, ez a terület, fás. Ez Bekecskert, regész 4 kilométerre van, pedig megyünk Nagy Péter mennykőre, 3,1 kilométer elvileg, 55 perc alatt teljesíthető. Ki lehet javítani a térképet, ugyanis tengerszem van itt. Nem is kicsi, és úgy látom még előrébb is. Megérkeztem a sokat emlegetett kavicsbánya rétre, ahol kavicsbányászatnak nyomát sem lejjük, annál inkább víznek. Arra fogok tovább menni. Ajjajjajjajjajj, föl van töltve, na mindegy, majd meglátom. Nézzük. Mlakarét 4,9 km, sólyomkő 5,6. Hát az a sólyomkő nem a hegycéi, hanem innen lehet látni a Regéci várat. Van ott geoláda is, de én most inkább irány az egyenes, arra felé megyek tovább. Na nézzenek oda, erre nem számítottam, hogy ilyen kicsi itt a víz. Mert nyáron körülbelül idáig szokott érni a víz, és most nincs. Biztos kikaparták ott a partját. Békahely, békalelőhely, úgyhogy békakutatók, hajrá, nem sokára előbújnak a brekkencsek, aztán itt lehet ólálkodni. Na, látni is, hogy
innen folyik ki a víz ebből. Na, ezt itt feltöltötték rendesen, úgy-úgy. Nem is ártalmas, mert mondom, itt vállon kellett vinni a biciklit. Nem lehetett elmenni ott a szembe lévő oldalon. Ez borzasztó, hogy milyen állapotok uralkodtak itt, ha így mondhatjuk. Na mindegy, most megyek tovább. Még mindig Nagy Péter mennyfőre, ami előleg 55 perc alatt megközelíthető. Itt pedig még egy békázó hely. Itt sok ifjú nyírfa áll a réten. Virágfürtös nyírfa. Még egyet akarok megmutatni, hogy valamelyik videómban, már nem is tudom, hogy melyikben, ebből az irányból jöttem mi. Innen. A kék keresztjelzésről. Itt le lehet menni. Hú, nem mondom, hogy hova. Telki bányára biztos. Kis bakancsmosás is. Taposunk tovább. Én és a kamera. Mindig többes számban beszélek, de most tényleg egyedül vagyok. Nem jött el senki. Aranymosás következik. Hopp, ott van a sok arany. Ott látni is. Ott vannak az aranyszemcsék. Sőt, van ilyen nagy aranyrög is. Ez még nagyon-nagyon nyers arany. Ezt még be kell pácolni, és úgy jön ki belőle majd az arany sütés közben. Van itt egy ilyen szép tábla. OKT 26, ez valószínűleg a országos kék kör, most már kék körnek a 26. szakasza, ami azt jelenti, hogy aha, itt vagyunk. Itt vagyunk, és Nagy Péter, nem, itt vagyunk, Nagy Péter mennykőre fogok kigurulni. Ez a 26-os szakasz, igen. Nagy Nyugodó is. Igen, nézzük csak. Itt van Nagy Nyugodó, S Újhelynél, és B Váralja a végpontja. És akkor itt meg már a 25. szakasz van. Na most már akkor legalább tudom. És akkor nézzük csak még itt egy kis fejtágítás, hogy ne csak a kosz ragadjon ránk. A Tokaj-Zempléni hegyvidék középtáj részét képező, Borsodabói-Zemplén megyében elhelyezkedő kistájcsoport területe 576 négyzetkilométer. A központi Zemplént és az Abaúji hegyalját foglalja magában. Előbbi az Észak-Magyarországi középhegység legkeletibb, egyben legfiatalabb, 148-194 TSF termelő szövetkezet feletti magasságú vulkáni tagja, amelyet andezit, andezit tufa, riolit és riolit tufa épít fel. Utóbbi a Zempléni hegység hegyláb felszínének tekinthető 130-540 tengerszint felett magasságú dácitból, riolit tufával és andezitből álló dombság. A változatos fajgazdagság élőhelyekkel, cseres és gyertyános tölgyesek, bükkösök, láprétek, égerligetek, tőzegmohásláprok, zárójel bezárva, büszélkedő kistájcsoport 19 településéből csupán egy városi jogállású. Na, az vajon melyik lehet? Ott van Pengőkő, ott bent, én pedig ebből az irányból jövök. Tokártetőre nem kell fölmenni, mert kivették a túramozgalomból azt a csúcsot. Sietek Nagy Péter mennykőre, hát ha még el tudom csípni ezt a szép ködös időt, ami ott van lent az aztán a köd. Letelt az erdőnek a kihordási ideje, hogy így szétvagdossák itt, vagy kivágják. Lehet, hogy telepítenek ide másikat. Jó lenne. Mindegy, én sietek. Hoppa, júj!
sietek Nagy Péter mennykőre. Na, de itt aztán már a szél is fúj, de rendesen. Bemutatom azt, hogy mekkora nagy sportember vagyok, hogy itt kocogok. De csak azért kocogok, mert olyan meredek, hogy jobb kocogva jönni, mint gyalogolni. Meg amúgy is sietek, indul a busz az ötös ómassára. Megérkeztem a Nagy Péter mennykői elágazáshoz. Nagy Péter mennykő ott van fönt, túl a fákon. Én pedig ebből az irányból kocogtam lefelé. Itt van egy virtuális geoláda is. Azt arról a fáról lehet leolvasni, mert azon a fán van egy fölírás, annak a betűit kell megfelelő sorrendbe tenni, vagy kiválogatni a betűit, már nem tudom, és akkor az a megfejtés. Azt most ugyanúgy mutatom meg, aki teheti, jöjjön el. Irány, Nagy Péter mennykő. Most itt az emplémben megy a politika. Itt nem szavakkal vagdalkóznak, hanem motoros fűrésszel. Mindenhol csak a fát vágják ki, mint itt előttünk is. Egy napon szóltak, parancsot hoztak, menj a toronyba fel. Meg is érkezem nem sokára ide, a csúcsra. Nézzük csak! Hoho! Ellopták az emplénynek a másik részét. Nem látni semmit. Jaj! Azt tudtam, hogy lopnak, de hogy ennyire? Hát, ezt nem gondoltam volna. Itt előttem egy 500 méterrel van a világnak a vége. Na, ennyi. Jön a busman, és ledobja ide a kólás üveget. Amúgy innen szép a kilátás, csak most egy kicsit korlátozó vagyunk benne. Abba az irányba kőkapu van, itt a hegy mögött pedig telkibánya. Azért ez zsír. Egész ott a távolban az a picike kékség, a képernyő közepén az ott Nagymilicés környéke. Attól jobbra található a Füzéri vár, most ami sajnos nem látszódik. Reggel az időjárás jelentésben mondták, hogy Sátoralja Újhely környékén 100 méter a látótávolság. Hát itt még annyi sem, úgy látom. De jó, mert olyan, mintha ki tudja, milyen magasan lennék, és alattam vannak a felhők. Lassan gurulok tovább, idő van 11:30, az este még kell menni egy kicsit dolgozóba. El lehetne ücsörögni itt egész nap, aztán nézni, hogy ez a köd egyre jobban vonul tovább. Az előbb ott még csak egy kicsike kékség volt, most már egész nagy, látszik a hegynek a teteje. Na, folytatom én utamot még egy kicsit, tollászkodom, aztán indulok vissza az erdőbe, ezen az úton, vissza és irány Dorgó, de hogy először pengőkőre fogok menni. Jó köves terepen
gurulok is vissza pengőkőre, aminek az az érdekessége, ha megütjük, akkor elvileg olyan hangot ad, mintha pengene. És akkor most mi peng? A gitár, a citera, vagy esetleg más dolog. Én kicsike ösvényen lehet ide fölkapaszkodni, nem olyan vészes, főleg így lefelé. Ha valaki szeretne még szép kilátást, akkor az feltétlenül menjen el kerekkőre is. De azzal vigyázni kell azzal a helyjel, mert nem tudom mikortól pontosan, talán június közepéig le van zárva. Ha jól tudom, márciustól, de nem biztos, nem biztos. Az a lényeg, hogy tavasszal és koranyáron le van zárva, nem szabad oda fölmenni. Fokozottan védett fajok miatt. Akkor teremnek, vagy párzanak, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak. Az a lényeg, nem szabad. Visszaérkeztem az országos kék túrára, abba az irányba. István kút, szemben fiatal erdő, erre pedig visszafelé pengőkő, dorgó, stb. Rabul ejtett kékjelzés mellett haladok tovább ezen az úton, még mindig pengőkőre. Még mindig országos kék túra, útvonalán vagyok, és akkor itt rá is térek a lényegre, megyek föl pengőkőre. A következő csúcsra, ami bele van írva az igazoló füzetbe. Nincs az olyan messze innen az úttól, talán 100 méterre sincs. Ilyen jó lépcsős, laposköves úton kell följönni. Egész pengőkő ilyenből van összerakva. Majd meg is fogom csapkodni egy kicsit, hogy valóban peng-e. Itt van az első nagyobb szikla. Az arra hasonlít, mint amikor a pogácsatésztát nyújtják, aztán összehajtogatják, és a tepertő darabok pedig közötte vannak. Úgy látom, innen is eltűnt az acskó. Ezeket pótolni kellene, ezeket a papír alapú kiírásokat. A kód az elvileg itt van a fán, hogy valahol, nem itt a kőre van kifestve, igen, a kőre, azt ugye megint nem mutatom meg. Meg is érkeztem ide a pengőkőnek a tetejére. Vinni. Úgy látszik, nincs kifestve. Sajna bajna. El van hanyagolva. Nem baj. Nem baj, majd pótoljuk. Hát ez a pengőkő. Mondjuk automata módban van a kamera, sokat nem látni, inkább megmutatom így. Pengőkő közelről.
alattunk pedig a kivágott erdő. Most ettől a pengetéstől eltekintek, hát egyszerűen nincs itt egy kő, amivel meg tudnám ütni. Olyan nagyobb kő, ilyen picike. Na hát, ezt találtam. Ez nem nagyon peng. Egy búcsú pillantás pengőkőre, pontosabban a pengőkövektől búcsúzom, mert ha az pengett, akkor ezek is penghetnek. Irány dorgó. Dorgó az nincs messze, vissza kell menni Kavicsbánya rétre. Kavicsbánya rétről pedig Bekecskert. Na már, fú, itt is egy kicsit a szél engedezik. Olyan könnyen belekap a kamerába. De nem baj. Kicsit megfogjuk így. Vissza az országos kékjelzésre, utána pedig, ahogy említettem, Kavicsbányarét, Bekecskert, Dorgó. Visszaérkeztem a Kavicsbánya rétre, ahol ez a nagy vízátfolyás tó üzenyősség van. És folytatom az utam tovább föl a Dorgó tetőre. Ez nem egy űrfelvétel, hanem itt az úton van fölvéve, ahogy folyik mindenhonnan ez a víz. Ide visszaérkeztem Bekecskertbe, és ha megnézzük, Hemzsőbérc, Bérc, Reszeltbérc, ezek ismerősek. És onnan, hogy a zöldjelzésen tovább indulva, abba az irányba fölkereshetjük ezeket a csúcsokat is, ugyanis ezek is hozzátartoznak a Zemplén 700-as csúcsai túramozgalomhoz. De én megyek vissza, amerről jöttem, a kékjelzésen, Dorgó tetőre. Csak nem egy tinta hal járt erre, annak kicsi a valószínűsége, valaki belerondított ebbe a vízfolyásba, ami abba az irányba folyik le. Én, amióta erre járok túrázni, az pedig nagyon régóta van. Itt mindig is állt a víz, ezen a részen. Talán itt sohasem száradt ki. Mindegy, majd nyáron is visszajövök, és megnézzük, hogy mi újság lesz akkor. Megfigyelhetjük, hogy mennyi toboz van ezeken a fenyőágon. Tóték nyugodtan tobozolhatnának itt. Még mindig országos kék túra. Útvonalán vagyok. Itt kellene leereszkedni Regécre. Itt egy szigorú jobb kettő, 50 kaptató emelkedő múrva, andezit tufa, riolit tufa, stb. Megyek Dorgóra, ki is van írva ide a fára.
hogy dorgó. Na akkor csapjunk bele ebbe a dorgósi útba. A szél az fúj, a kamerát szépen fújja el, jó. Aha. De komoly, hozzá erre a között. Itt a távolban. Ott látni messze, hogy jön errefelé a köd, amit Nagy Péter mennykőről láttam. Megmutatom, hogy milyen jó köves úton lehet ide följönni dorgó tetőre. Hú, ennek aztán vannak gyökerek. Nagy gyökerű fa ez. Úgy látom, ez az elektromosság nélküli kamera stabilizátor, ez csak szélcsendes időben jó. És fújja el a szél. Meg is érkeztem ide a csúcsra, pár méter múlva. Jó, mert most nincs senki itt, de mintha máskor annyira sok ember lenne itt. De most még annyi sem. Na, meg is van a kód. Tovább nem megyek. És akkor lehetne látni. Vagyis inkább elfordítani. És így jövök ide föl. Itt is vagyok. Fent. Ez a dorgó tető. Itt vagyok. Ez a legmagasabb pontja. Innen szép kilátás nyílik előttem lévő fáknak a tetejére. Vagy itt valami állat is van, az is biztos. Úgyhogy menekülőre fogom. Amíg innen is megmutatom dorgó tetőt. Elmondhatom, hogy ma harmadszor vagyok a csúcson. Én 41 évesen ez így. Szerintem még nagyon is jó. Nem tudom, még van itt két csúcs, hogy az elmenjek-e oda, vagy nem menjek. Az igazság már kellene haza is menni. Lehet, hogy inkább hazamegyek, és majd legközelebb fogom azt a maradék két csúcsot megkeresni. Én külső mikrofont használok a kamerára, és itt van egy jack-jack kábel. És nem tudom, hogy az írói vénámat megmutattam-e már. Tamási Áron után szabadon, kábel a rengetegben. Onnan jöttem dorgótetőről, és most pedig ereszkedek lefelé kék jelzésen, vissza Regécre. A másik két bérc, az a kerékkötő, meg még nem tudom mi annak a másik bércnek a neve, az valahol itt van, oda nem megyek föl, ezt meghagyom talomban, legközelebb, ha csak egy rövid túrára is, de ki tudjunk jönni. Följebb a hegytetején láthattuk, hogy a fenyőfákat kitermelik. És szegény fenyőfa nem tud mi más csinálni, mint hogy elmenekül ide. Itt megbújik a nyírfák mellett. Csak nem vágják ki ezt is. Láthatjuk, hogy nem csak az embereknek vannak mentális problémái. Itt az erdőben is hiába olyan jó idő van, meg magány, meg nyugika. De azért a fák is be tudnak ám csavarodni.
láthatjuk. Teljesen becsavarodott ez a fa. Ezen a fán is észrevehetőek a becsavarodás nyomai. Lehet, hogy jobb lenne, ha egy kicsit kimozdulna ebből a környezetből, nem állandóan csak itt lenni. Jó, befektetni nem tudják semmelyik neurológiai osztályra. Na mindegy. Csak okulásképpen milyen csavarodás van rajta. Tehát nem csak az emberek tudnak becsavarodni, hanem a fák is. Még mindig Regéc felé gurulok, vissza az autóhoz. Úgy néz ki, hogy mára véget ért a túra, megérkeztem vissza Regécre. Értékelve a túrát, megérte eljönni, ugyanúgy, mint a többi túrára is, három csúcsot felkerestem. Nagy Péter Mennykő, Pengőkő és a Dorgó. Na, most idő az remek volt, egy picikét elbújt a napocska, de semmi baj, száraz van, az biztos, hogy van, tiszta ganajos lett a bakancsom, meg a kamásli. Hát röviden összefoglalva, ez egy jó túra volt, 10-valahány kilométeren, 14 kilométer környéke, megérte eljönni. Na majd találkozunk valahol valamikor, az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval.